Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Felkészültek a tömegekre, a legtöbb temetőben hosszított nyitvatartással várják a hozzátartozókat. Minden szentek és halottak napja, még a nem hívők is tartják az ünnepet. 3 órán múlhat az élet, október 29-e a Stroke világnapja. Ingyen egy szűrés, előadások és torna, egészségmegőrző napot szervezett a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör. Felkészültek a temetők üzemeltetői minden szentekre és halottak napjára. A legtöbb helyen hosszított nyitvatartással várják majd a hozzátartozókat. Sokan már a hét utolsó munkanapján felkeresték elhunyt rokonaik sírjait, hogy szebbé tegyék azokat. Már pénteken kimentek a temetőbe Biller Sándor László néjék, hogy rendbe tegyék a hozzátartozóik nyughelyeit. Letisztázzuk a sírokat, és akkor, hogy amikor jövünk, ne akkor kelljen takarítani, akkor tényleg az ember azért jön ide, hogy kicsit emlékezzen és ne takarítson. A következő napokban több százezeren keresik majd fel Tolna megye temetőit, hogy mécseseket, gyertyákat, virágokat és koszorúkat helyezzenek a sírokra. A létesítmények üzemeltetői már hetekkel ezelőtt elkezdtek készülni a tömegek fogadására. Mostanra mindenhol összesöpörték a leveleket és lemetszették az utak fölé lógó ágakat. De hétfőn és kedden is sok dolguk lesz még a szakembereknek, például folyamatosan ürítik a kegyhelyek szeméttárolóit és hosszított nyitvatartással készülnek. 7-éig nyári nyitvatartás szerint vannak nyitva a temetőink, ez azt jelenti itt Szekszárdon, hogy reggel 6-tól este 8-ig nyitva vagyunk. Viszont 30-án, 31-én és 1-én a főkaput nyitva fogjuk hagyni éjszakára is az eddigi gyakorlatnak megfelelően. Hasonlóan járnak el a legtöbb Tolna megyei településen, sok helyen minden szentek és halottak napja éjszakáján sem zárják be a temetőket, így azok, akik a vírus miatt nem akarnak tömegben a szeretteik sírjához kimenni, megtehetik ezt akár kisebb csoportokban, vagy egyedül is. Tamásiban az önkormányzat kezeli a sírkertet. A város temetőjét este 9 óráig kereshetik fel a hozzátartozók. Folyamatosan várjuk a látogatók, családtagok, rokonok érkezését. Folyamatosan gondoskodunk a szeméttárolók ürítéséről, gerebjézzük a faleveleket. A kormány döntése nyomán a sírkertekben nem lesznek érvényben a koronavírussal összefüggésben hozott szigorítások. 4441 új koronavírus megbetegedést igazoltak péntek reggelre idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 863.419 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 37, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.729 főre emelkedett. 2.130 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 230-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.950.000-en kaptak. Tolna megyében 70 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta összesen 18.396-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Október 31-én, azaz most vasárnap kezdődik a téli időszámítás. Az órákat hajnali 3 óráról 2-re kell visszaállítani. Az okos és a digitális eszközök automatikusan állnak át. Azt, hogy meddig marad velünk az óraátállítás, egyelőre nem tudjuk, de az biztos, hogy vasárnap 1 órával tovább aludhatunk. A Minden Szentek és a Halottak Napja a katolikus egyház fontos ünnepe, de a református és az evangélikus felekezetek tagjai is megemlékeznek ilyenkor szeretteikről. A 9. századtól van jelen az egyházi naptárban ez az ünnep, és még a mai világban is olyan ereje van, hogy november 1-én és 2-án azok is kimennek a temetőkbe, akik igazán nem is hívők. Minden Szentek a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja. November elején a katolikus egyház egy nagy családképét mutatja. A megdicsőültekkel, akiket Minden Szentekkor ünnepelnek, a még tisztulásra várókkal, akikért halottak napján imádkoznak, és az élőkkel, akik még vándorolnak. A katolikus egyház jeles napjai a 9. században kerültek be a liturgikus naptárba. A két nap között különbség van. Az egyik napon gyászol az egyház, egy kicsit a gyászt próbálja megmutatni, de nem szomorkodik, mert a föltámadt Krisztusra gondol, ez a november 2-a, míg a Minden Szentek napján a liturgiában az egyház a dicsőséges egyházat akarja bemutatni az énekeivel, az imádságával. Kürtösi Krisztián plébános úgy nyilatkozott, tapasztalatai szerint ilyenkor azok az emberek is kimennek elhunyt szeretteik nyughelyéhez,
akik nem tartoznak a hívők táborába. Megáll, elhelyez egy szál virágot, meggyújt egy mécsest, de a hívő ember úgy áll oda, hogy imádságban gondol szeretteire. Isten elé viszi azokat, akik az életben fontosak voltak számára. És hát nem csak az életben, hanem az örök életre is gondolunk, hiszen a hívő ember, amikor temetésen vesz részt, akár búcsúztatja szeretteit is, úgy búcsúzik el, hogy ez nem egy végleges, hanem majd egyszer újra találkozunk. Bár vannak különbségek az egyházak között, ebben mégis hasonlítanak. Sipos Judita, a tolnai református közösség lelkésze úgy nyilatkozott, ők a halottak napjára fókuszálnak inkább, de ilyenkor ő is a feltámadás hirdetését tartja a legfontosabbnak. Halottak napján higgyük el, hogy valami egészen újat ad számunkra. Ezért mondja Jézus, hogy aki meghal is él. És én felteszem a kérdést, hogy hiszed-e ezt? És adja Isten, hogy legyen a szívünkből szóló a válasz, hogy igen, Uram, hiszem. A november hónap az egyetemes kereszténység számára az egyházi esztendő befejezését jelenti. Aradi András evangélikus lelkész úgy fogalmazott, ilyenkor nem csupán emlékezünk, hanem hiszünk is az örök életben. Hozzátette, számukra a halottak napja egy örömteli várakozás, és hittel előre tekintve remélik azt, hogy egykor együtt ünnepelhetnek Isten országában. Hazánkban 40-50 ezer ember kap évente sztrókot, 10 percenként kerül emiatt egy beteg kórházba, és ami még ennél is sokkolóbb, hogy a szélütés következményeként Magyarországon minden fél órában meghal egy ember. Ezért fontos, hogy időben felismerjük a tüneteket, és azonnal kérjünk segítséget. Október 29-e a Stroke világnapja. Kampány videó hívja fel a figyelmet a stroke legjellemzőbb tüneteire. Ezek az arc, a kar vagy a láb általában egy oldalon fellépő hirtelen érzéktelensége, az egyik testfél zsibbadásai, hirtelen kialakuló beszédértési, hangképzési zavar, egyensúlyvesztés, mozgási problémák. Ezek mellé szinte minden esetben elviselhetetlen fejfájás társul. Idehaza 15 ezeren halnak meg szélütés következtében évente. A Tünet Együttes Világnapja október 29-e. Ekkor hívják fel a figyelmet a veszélyeire. A Szekszárdi Balassa János kórház osztályvezető főorvosa korábban azt mondta, szinte minden nap visznek be hozzájuk ezt elszenvedő beteget. A betegeink, a bentfekvő betegeinknek döntő 60-70%-a, azt kell, hogy mondjam, vagy ismert sztrókos, vagy akut, most kialakult sztrókkal kapcsolatban fekszik az osztályon. Tehát nagyon számottevő, azt tudom mondani. A főorvos szerint a tünetek észlelésekor azonnal mentőt kell hívni, mert a kezelés megkezdésére mindössze 3-4 óra áll rendelkezésre. Abban van óriási előrelépés az elmúlt 1-2 évben, hogy a Pécsi Idegsebészeti Klinikán kialakult egy olyan munkacsoport, amely a nap 24 órájában képes arra, hogy mechanikusan is ezt a vérrögöt eltávolítsa, hogyha ez az intravénás erőoldás nem vezetett eredményre. A Magyar Stroke Társaság elnökét telefonon értük utol. Dr. Szapári László azt mondja, a szélütés hátterében alapvetően egy agyi érelzáródás áll, amit a legtöbbször vérrög okoz. A beteg ebbe súlyos esetben bele is halhat, de ha kezelés nélkül éli túl, akkor is örök életre lebénulhat. A stroke-nak vannak úgynevezett rizikófaktorai, ezek egy része úgy azt lehet mondani, hogy nem befolyásolható, tehát ugye az egyik legerősebb rizikófaktora az öregedés. Tehát minél idősebbek vagyunk, annál nagyobb esélyünk van stroke-ot elszenvedni, tehát ezen nem tudunk sajnos változtatni, meg vannak nyilván olyan genetikai tényezők, amik szintén nem igazán befolyásolható. Az életmódunkra való odafigyeléssel viszont sokat tehetünk a megelőzés érdekében. A szakértő szerint az elkerülhető rizikófaktorok közé tartozik például az elhízás, a dohányzás, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség. Az egészség megőrzéséhez szükséges ingyenes szűrésekkel, előadásokkal és tornával is várták az érdeklődőket pénteken a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör tagjai a helyi Szent István házban. A programot 28. alkalommal rendezték meg, és a szervezők azt mondják, egyre népszerűbb a kezdeményezés. Népszerű volt az ingyenes vérnyomás mérése a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör hagyományos egészségnapján. A Szent István házban egész délelőtt és délután is várták a vendégeket, akik csontsűrűség, vércukorszint, hallás és látásvizsgálaton, valamint masszázson is részt vettek, sőt, egészséges ételeket is kóstolhattak. Lepróbáltuk egy kicsit az ősz és a téli időszak miatt egy immunerősítő smoothikat, és az egészséges táplálkozásba beilleszthető
különböző mártogatósakat hozni az időseknek, úgyhogy ilyen kis C-vitamin bomba, egy kis gyulladás csökkentő hatású fűszerekkel megspékelve. Az egészségnapot minden évben két alkalommal rendezi meg a Tolnai megyeszékhelyen működő civil közösség, tavaly azonban a járvány miatt erre nem volt lehetőségük. A tagok és az érdeklődők ezért már nagyon várták, hogy ismét felmérhetessék egészségügyi állapotukat. Itt azért a tanácsot, az útbaigazítást megkapjuk, és nagyon hasznos, és a környezetemben most is rábeszéltem két ismerősömet, akik a városból jöttek, és nem bánták meg, hogy eljöttek. A pszichiátri ambulancia az a pszichiátri épületének a földszintjén van. Míg az egyik teremben a szűrések zajlottak, addig néhány méterrel arrébb a szekszedi Balassa János kórház orvosai tartottak előadást a résztvevőknek. Idén kiemelt szerepet kapott a témák között a demencia, ami az idős emberek több mint 70%-át érinti idehaza. Az egészségnapot szervező Újvárosi Római Katolikus Társaskör általános elnökhelyettese azt mondja, nagy igény mutatkozik a programra. Nagyon-nagyon közkedvelt ez a rendezvényünk, mint ahogy látszik is, sokan részt vesznek, regisztráljuk őket, és hogyha valami problémájuk van, akkor ugye irányítjuk őket a megfelelő szakorvoshoz. Ez egy előszűrés, és akkor hát ugye innét mennek tovább. A szekszedi Újvárosi Római Katolikus Társaskör 28. alkalommal rendezte meg az ingyenes egészségnapot. Több mint egy hónapig látható lesz a szekszedi Béla Király téren a Rotary Klub által felállított Szent Korona installáció. A látványosságot október 29-én már megtekinthették az érdeklődők, de a hivatalos megnyitóra november 1-én délután 2 órakor kerül sor a köztéren. A mű a Szent Korona történetét mutatja be. Szinte már mindenkinek ismerős a gyertyáktól világító töklámpások képe, azonban kevesen tudják, hogy ez a szokás nem a Halloween-nel érkezett hazánkba először. A tökfaragás eredetileg egy kelta szokás, melynek Magyarországon is volt már hagyománya korábban. Az apró tökfélék ezek azért nem jellemzőek, mert ugye ebből kicsit nehezebb faragni. Doszpod Marian, ennek a zöldségesboltnak a tulajdonosa, épp azt mutatja, hogy nála milyen tököket keresnek leginkább a vásárlók. Az étkezésre szánt sütőtök választékon túl, október végéhez közeledve egyre nagyobb kereslet van a dísz és a faragásra szánt tökök iránt. Az elmúlt évek során ebből tényleg nagyon sokat visznek a vásárlók, mindenfélét, a rondábbakat, a szebbeket, tehát minden elfogy október 31-ére, Halloweenre szinte az összes darabunk el szokott fogyni. Egy ilyen tökfejet fogok rajzolni, ami vigyorgos. A 6 éves gátmezei család elmondása szerint a legnagyobb tököt választotta a lámpás kifaragásához. A bátaszéki művelődési házban már több éves hagyománya van a kézműves szakkörnek. Ezen belül hirdettek most tökfaragást a Tolnai városban. A vájás, a rajzolás, a tervezés az az ő feladatuk, úgyhogy tulajdonképpen az ő munkájuk lesz az, amelyet természetesen hazavihetnek, és akár hetekig világíthat az udvaron, az ablakban vagy a szobájukban. A célja semmi más nem volt, mint hogy együtt legyünk, örüljünk, csináljunk valami jót, a gyerkőcök kiélhessék a kreativitásukat, és együtt lehessenek egy kicsikét az őszi szünetben. Bár manapság már mindenkinek ismerős a gyertyáktól világított töklámpások képe, kevesen tudják, hogy az eredetileg nem az amerikai Halloween hagyományával érkezett hazánkba. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató elmondta, a tökfaragás egy ősi kelta szokás volt, és ennek bizony magyar hagyománya is voltak. A tököt hazahozták, rengeteg volt a háznál, lehetett vele játszani is. És hát természetesen ilyenkor nekiálltak a gyerekek, és a tökből fejet, emberfejet faragtak, természetesen közepébe ugye egy gyertyát, és ilyenkor már elég korán sötétedett, könnyen lehetett ijeszgetni az utcán az embereket. A néprajzkutató elmondta, bár csak feltételezésekbe tudnak bocsátkozni, úgy vélik, hogy hasonló eszközként szolgált az ijesztőfejű töklámpás, mint a busó állarc. Az ellenség eltántorítására, elűzésére. Minden esetre manapság a gyerekek közkedvelt díszelet ez időtájt, és az ország szinte minden pontját tartanak ilyen kézműves foglalkozásokat. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Több minisztérium is vizsgálódik, cél Dezső bácsi felmentése és a törvénymódosítás. Telefonos csalók banki alkalmazottaknak adták ki magukat. Évi 1 millió forinttal segít a cég, a Pécsi Mentőkutyás Egyesületet támogatja a vállalat.
Négy minisztérium is vizsgálja már a pécsi Jancsula Dezső ügyét, tudtuk meg Hoppá Péter országgyűlési képviselőtől. Ő kiemelte, hogy két ügyben is döntést kell hozniuk. Az egyik, hogy Dezső bácsinak ne kelljen elhagyni a tanári pályáját, a másik pedig az a törvénymódosítás, amely az egész pedagógus társadalom hatáskörét tágítaná. Az igazságügyi tárca, a belügyminisztérium, az emberi erőforrások minisztériuma, valamint az innovációs és technológiai minisztérium is vizsgálja már a pécsi pedagógus Jancsula Dezső ügyét. Erről Hoppál Péter tájékoztatta stábunkat. Az országgyűlési képviselő közösségi média oldalán is megosztott egy fényképet a konzultációról. Mint mondja, konkrétan Dezső bácsi ügyét, de a későbbiekre való tekintettel a tanárokra vonatkozó törvényt is felülvizsgálják. Meg kell vizsgálni egyfelől, hogy hogy lehet Jancsula Dezsőt megmenteni, hogy egy jogerős bírói ítélet után el kelljen bocsátani az állásából. A másik ügy pedig, hogy hogyan tud az iskola védelmet biztosítani a diákjai számára, meg a tanárai számára, hogy az iskola környezete és az iskola ne legyen egy provokációs helyszín. Ennek okán még 2020. szeptemberében indult el például az iskolaőrség. Mint arról korábban beszámoltunk, a pécsi NEFKO-ban nem igényeltek ilyen szolgáltatást, sőt már egy évvel ezelőtt tiltakozott ellene a pedagógusok demokratikus szakszervezetének pécsi ügyvivője. Nagy Erzsébet legutóbbi találkozásunkkor is ezen a véleményen volt. Most sem gondoljuk azt, hogy az iskolaőrség lenne a megoldás. Pedig sokak szerint mindez nem történt volna meg, ha iskolaőrök vigyázzák a rendet az ANK-ban. Többek között Hoppá Péter is hasonlóképpen vélekedik. A PDS pécsi vezetője jobban tette volna, hogyha nem tiltakozik az ellen, hogy az említett iskolában iskolaőrt alkalmazzanak, mert a PDS tiltakozása miatt nem igényelt iskolaőrt a nevelési központ. Hogyha ezt a súlyos és káros beavatkozás nem tette volna meg a PDS, valószínűleg ez az eset nem következett volna be. A törvénymódosítás, ami a pedagógusok hatáskörét igyekszik majd tágítani, egy hosszú folyamat lesz, hiszen többféllel is egyeztetni kell, tette hozzá a képviselő. A politikus kiemelte, az a céljuk, hogy egy alacsony szintű, a társadalom számára nem nagy kárt okozó tanári magatartás esetén járjon a felmentő végzés. Jancsula Dezső ügyében pedig rövid időn belül megtalálják a minisztériumok a megfelelő biztosítékokat annak érdekében, hogy ne kelljen elhagyni a tanári pályáját. Magukat banki alkalmazottaknak kiadva próbálják megszerezni telefonos csalók az emberek kártyaadatait, hogy azután pénzt emeljenek le a számláikról. Ez egyre gyakrabban fordul elő, ezért a Baranya megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési kisfilmmel hívja fel az emberek figyelmét. Halló, jó napot kívánok! Szabó Anita vagyok a Takarékbanktól. Az azonosító számom 875963. Azért keresem, mert a rendszer jelezte, hogy két nagyobb pénzügyi tranzakció vár jóváhagyásra a folyószámláján. Egy 98000 forintos telefonvásárlás és egy 149000 forintos átutalás. Ön kezdeményezte a vásárlásokat? Nem, de hogy is nem én kezdeményeztem. De jó, hogy hívok. Részlet a Baranya megyei rendőrség bűnmegelőzési videójából. Banki hívás vagy mégsem, ne dőljön be a csalóknak. Ez a címe a filmnek, amin egy telefonos csalást játszanak el, így bemutatva, hogyan próbálják átverni a gyanútlan embereket. A csaló azt a látszatot kelti a későbbi áldozatban, mintha ismeretlen személyek megszerezték volna a személyes és bankkártya adatokat, ezért felajánlja a segítségét, hogy a személyes ügyintézés helyett telefonon le tudja tiltani a bankkártyáját, ezért elkéri a bankkártya adatokat, valamint a kártya hátoldalán található háromjegyű kódot. Ezek azok a személyes és bankkártya adatok, amiket semmiképpen nem szabad kiadni ismeretleneknek. Nem szabad utalni ismeretlen számlára, vagy feltölteni ismeretlen telefont a számlánkról. Ilyet nem a bank, hanem a csalók kérnek, ne higgyünk nekik, mondja a rendőr. Minden ilyen hívásnál gyanakodjunk, és ellenőrizzük le a másik felet. Ha a bankjuktól hívás érkezik, kérjék meg a hívót arra, hogy hívószámkijelzővel egy későbbi időpontban telefonáljanak vissza, addig pedig hívják a bank ügyfélszolgálati telefonszámát, és érdeklődjenek a hívás valóság tartalmáról. Minden esetben, ha csalók próbálkoznak, értesítsék a rendőrséget. Ezt legegyszerűbben a 112-es hívószámon tehetik meg. 5 éves együttműködési megállapodás kötött egymással Pécs egyik legnagyobb munkadóvállalata és a Pécsi Mentőkutyás Egyesület. Az önkéntesekből álló civil szervezet évi 1 millió forintos támogatásban részesül a cég jóvoltából. A vállalatnak köszönhetően könnyebben végezhetik feladataikat, azaz az emberéletek mentését. Oh,
Rövid bemutatót tartottak a Pécsi Mentőkutyás Egyesület tagjai a Baranyai megyeszékhely egyik legnagyobb foglalkoztatójának gyártelepén. Ugyanis a cég és a civil szervezet mostantól együttműködik. Cégünk kiemelt fontossággal tekint a társadalmi felelősségvállalásra, támogatjuk az önkéntes szervezeteket, főként az önkéntes munkát vállalókat. Éppen ezért egy 5 évre szóló együttműködési megállapodást kötöttünk a Pécsi Mentőkutyás Egyesülettel, hogy hozzájáruljunk munkájuk sikeréhez. Célunk egy jobb holnap felépítése azok számára, akik a legjobban rászorulnak a segítségre. A gyár és a Mentőkutyás Egyesület együttműködését nagymértékben segítette a térség országgyűlési képviselője is. Hoppá Péter elmondta, hogy azokban a helyzetekben, ahol az emberek már nem tudnak mit tenni, megérkeznek a pécsi mentőkutyák, akiknek már sok élet megmentését köszönhetjük. A Pécsi Mentőkutyás Egyesület egyébként csak a 2020-as évben 17 esetben vett részt eltűnt személyek felkutatásában a katasztrófa védelem felkérésére. Jelenleg 8 kutyával dolgoznak, melyek nemzetközi mentőkutyavizsgával rendelkeznek. Mivel önkéntesekből áll a szervezet, eddig adományokból és önerőből finanszírozták működésüket. Az nem csak egy rövid távú, de egy hosszú távú stratégiai gondolkodást is megenged már az egyesületünknek, és a több éve tervezett, már a kezdetekkor is 20 éves pécsi helyen vásárolt csapatszállító járművünket végre le tudjuk cserélni. A 2026-ig tartó megállapodás eredményeképp biztosítható, hogy a segítség gyorsan megérkezzen a bajba jutottakhoz, legyen szó romkutatásról vagy eltűnt személyek felkutatásáról. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Felkészültek a tömegekre, a legtöbb temetőben hosszított nyitvatartással várják a hozzátartozókat. Minden szentek és halottak napja, még a nem hívők is tartják az ünnepet. 3 órán múlhat az élet, október 29-e a Stroke világnapja. Ingyenes szűrés, előadások és torna, egészségmegőrző napot szervezett a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör. Szombaton még az elmúlt napokhoz hasonló napos többnyire derült az átlagosnál enyhébb kellemes őszi időjárás várható, kissé megélénkül a délkeleti szél. Éjszak általában derült marad az ég. Vasárnap reggelre kialakulhatnak átmeneti ködfoltok, de alapvetően napközben marad a derült égbolt, eső továbbra sem várható. Hétfőn és kedden változás köszönt ránk, napközben ugyanis még meleg, éjszaka már hideg front alakítja az időjárást. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!